sehogy. Sziasztok! A mai egy olyan igazi old school YouTube videó lesz. Nagyon sokan kértétek tőlem, hogy csináljak Mi van a táskámban videót, és azon gondolkodtam, hogy egyáltalán csináltam én már ilyen videót? Minden esetre, ha csináltam is, akkor az évekkel ezelőtt volt, és arra gondoltam, hogy csinálok egyet, mert igazából én imádom nézni, hogy mi van másnak a táskájában. Ez biztos valami furcsa női perverzió. Nem tudom valahogy olyan megnyugtató látni, hogyha mondjuk másnak a táskájában is káosz van, vagy ha más is 5 millió dolgot cipel magával. De még mielőtt belevágnánk, nagyon örülnék neki, hogyha feliratkoznátok a csatornámra, hogyha eddig még nem tettétek meg. Mindig nagy öröm, hogyha jönnek újabb és újabb feliratkozók, és nincs már olyan messze a 25 ezer, úgyhogy tök jó lenne, hogyha ezt minél hamarabb el tudnánk érni, de hát nyilván ehhez a ti segítségetek kell. És persze kövessetek Facebookon és Instagramon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban, most pedig nézzük, hogy mi van a táskámban. Ez a táska volt nálam legutóbb, úgyhogy most ennek a tartalmát fogom megmutatni. Ez egy Michael Kors táska. Fogalmam sincs, hogy mi ennek a modellnek a neve. A Michael Kors webshopból rendeltem pár héttel ezelőtt a leárazások során. Ha jól emlékszem, akkor fél ára jutottam hozzá, szóval elég jó vétel volt. Ez egy eléggé masszív kis táska, állíthatók a fülei, tehát így a hosszúságát lehet állítani. És itt van elől egy ilyen picike zseb, és ennek az az érdekessége talán látszódik, hogy ilyen kis kártyatartó rekeszek vannak benne, szóval akár ide is be lehet dúdosni mondjuk bérletet, meg ilyesmiket. Ez egy viszonylag nagy táska, tehát elég sok minden belefér, cipzárral záródik, igazából egyterűnek mondanám, de itt láthatjátok, hogy középen van egy ilyen nagy cipzáros zseb, és amúgy pedig egy csomó pici zseb van benne. Szerintem egy nagyon jól pakolható és nagyon jól kihasználható táska, én legalábbis eddig nagyon szeretem. Én ebbe az első mágneses zsebbe szoktam egyébként beletenni a telefonomat, de akkor nézzük, hogy mi van belül. Először is itt van a pénztárcám, ami egy fosszil pénztárca. Ezt még Bécsben vettem, talán 2 évvel ezelőtt körülbelül, és nagyon szeretem, mert rengeteg kártya belefér, amit azt láthatjátok, illetve itt vannak ilyen zsebek, készpénznek, blokkoknak, meg minden egyéb szemétnek, amit az ember a pénztárcájában szokott tartani. Itt pedig van egy ilyen cipzáros, apró tartó kis zsebecske. Nagyon szeretem, viszont eléggé elhasználódott már. De egyszerűen képtelen vagyok lecserélni, mert nem találok sehol olyan pénztárcát, aminek ilyen kinyithatós a kártya része, és mondjuk 6 kártyánál több fér bele. Szóval, ha ti tudtok ilyen lelőhelyet, akkor légy írjátok meg. Ja, és fontos, hogy mondjuk ennél ne legyen nagyobb, mert az ilyen féltégla a pénztárcákkal egyszerűen nem tudok már mit kezdeni. Igazából már ennek a mérete is határeset, de ezt nagyon szeretem, és egyelőre képtelen vagyok lecserélni. Papírzsepi. Egy blokk. Mi ez? Mit vettem? D-vitamin csepp. 402 forint. Itt van a napszemüvegem is, ez egy ilyen kis H&M-es napszemüveg tartó, ez pedig a napszemüvegem, ami fogalmam sincs, hogy honnan van. Vagy a C&A-ból, vagy a H&M-ből, én igazából ezeken a helyeken szoktam napszemüveget vásárolni. Én egyszerűen képtelen vagyok ilyen 10, 20, 30, 50 ezer forintos napszemüvegeket venni, mert hogy állandóan lejtem őket, elhagyom őket, és az ilyen 2-3 ezer forintos napszemüvegeket nem sajnálom, de ha mondjuk egy 40 ezer forintos napszemüveget ejtenék én le, vagy hagynám el, akkor azt viszont nagyon sajnálnám, úgyhogy én az ilyen kis olcsó napszemüvegekre esküszöm. A következő dolog az a határidő naplóm, ezt a Pirexben vettem, és igazából nagyon-nagyon szeretem. Itt az elején van 2 darab éves naptár, amit már Lili természetesen összepirkált. Minden hónap elején van ilyen tök cuki kis képecske, 2 oldalra jut 1 hét, nekem igazából ez így bőven elegendő. Minden hónap végén vannak ilyen kis jegyzet oldalak, meg a legvégén van ilyen havibontás. Teljesen meg vagyok elégedve ezzel a naptárral, nagyon szeretem, és ráadásul tök olcsó volt, mert körülbelül 2600 forintért vettem. Azt tuti, hogy én ezt nem így raktam be a táskámba, mert hogy mindig ilyen nagyon szépen összegöngyölöm, de aztán mindig, amikor használni kéne, akkor az van, hogy körülbelül 5 percet azzal szórakozok, hogy kibogozzam. És általában nem, hogy nem sikerül kibogoznom, hanem még jobban
összegabajodik az egész. Most legalább sikerült. Ha van esetleg bármilyen ötletetek arra, hogy mivel lehet a fülhallgatót úgy tárolni, hogy ne gabajodjon össze, akkor légy szíves, írjátok már meg, hogy ti mit használtok erre, mert én agyvérzést kapok, hogy minden egyes használat úgy kezdődik, hogy ki kell bogoznom. Mi van még itt? Rágó, egy parfüm minta, Dolce & Gabbana The One. Ez most a kedvenc parfümöm, ezt használom igazából nagy kiszerelésben is, és mindig hordok magammal amúgy ilyen kis parfüm mintákat, hogyha napközben úgy érzem, hogy fel kell frissítenem magam, akkor legyen mivel, én nem fogok ilyen nagy parfümös üvegeket a táskámban hordani. Ez micsoda ajakápoló, mégpedig a Clinique Pep Start Pout Restoring Night Mask. Ez elvileg egy éjszakai ajakmaszk, de én ezt simán ajakápolónak használom, mert a hideg időben annyira szárazak az ajkaim, hogy muszáj valami nagyon-nagyon tápláló és jól hidratáló ajakápolót használom, és ez tényleg a legszárazabb ajkakat is azonnal rendbe teszi, nagyon szeretem ezt az ajakápolót. Egy hajgumi, ami esküszöm, hogy nem az enyém, ezt vagy Lili dobta be a táskámba, vagy én. Még egy csomag papírzsefi, és itt van még a kis neszeszerem, ez egy ilyen loxitános kis neszeszer, amiben mindenféle izgalmas női cuccok vannak. Igazából ez az én kis túlélőkészletem, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem. Van benne egy mini dezodor, púder, ajakápoló, ez egy Clinique matrúzs, igazából a kedvenc matrúzsom. Ez egy Art Deco szájfény, ezek ilyen kis mattító lapocskák, essence. Jaj, hát ez nagyon jó kis cucc, ez egy Carolina Herrera ilyen kis duó, az egyik vége az egy ilyen folyékony rúzs. A másik vége az pedig egy ilyen kis golyós parfüm. Tisztasági betét, tamponok, mert hogy soha nem lehet tudni. Aztán van itt még egy ilyen picike loxitán selvajas kézkrém. Két parfüm minta, mondtam, hogy mindig hordok magamnál ilyeneket. Az egyik az a Prada La Femme, a másik pedig az Artistry Flora Chic. Illetve van még nálam egy Travaló is, bár megmondom őszintén, hogy ezt mostanában már nem annyira használom. Nagyon okos kis találmány. Az a lényege, hogy itt az alján van egy lyuk, és hogyha leveszed a parfümödnek a szóró fejét, és rácsatlakoztatod a parfümre, akkor így bele tudod pumpálni a saját parfümödet, és akkor nem kell ilyen nagy üvegeket magaddal hordani, csak ezt a pici kapszulát. Az a gondom vele, hogy amikor kiürül, akkor nem tudom kitisztítani, és így mindig benne marad valamennyi az előző parfümből, és hogyha arra torom le a következő parfümöt, akkor ugye így keverednek az illatok, és nem teljesen az lesz, amit én szeretnék használni, szóval lehet, hogy ezt most már likvidálni fogom. Van még nálam egy rakás hullámcsat, illetve hajgumik is, ezek mindig kellenek, úgyhogy ez az én kis túlélő neszeszerem. Na nézzük, hogy van-e még... Ja, igen, a kulcsom. Azt hiszem, hogy ezzel ki is ürült a táska! Yay! Megmutatom akkor így üresen is belülről, hogy lássátok, hogy pontosan hogy is néz ki. Tehát itt van középen ez a nagy cipzáros rész, és akkor itt két oldal pedig láthatjátok, hogy ilyen mindenféle kisebb-nagyobb rekeszek vannak, van ami cipzáros, van ami tényleg csak ilyen kis zseb, de szerintem ezek tök jók arra, hogy ilyen papírzsepit beledugdossunk, szájfényt, fülhallgatót, ajakápolót, mit tudom én, rágót, ilyen kis apró dolgokat, hogy ne így szanaszét legyen minden a táskában. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek, hát ez most csak ilyen kis random csajoskodás volt, de azért bízom benne, hogy találtatok benne egy-két hasznos dolgot. Nagyon kíváncsi lennék rá, úgyhogy írjátok meg kommentben, hogy ti mekkora táskát hordotok magatokkal, mert én régen egyszerűen utáltam ezeket a nagy táskákat, viszont most már nem félek el ezekben a pici táskákban. Egyszerűen hiába akarom csökkenteni a nálam lévő cuccok számát, nem tudom. Hogyha tetszett ez a videó, ne felejtsétek el lájkolni, és tartsatok velem legközelebb is. Legyen szép napotok, sziasztok!